Kocsi készülődik neki a labda elrúgásának. Puskás belőnek a lábakon! És elkezdett hajrázni ez a picilány! Gyere egérke, gyere kicsilány! A sportszolgálatában egykor és most. Sportarena Szabó Tímán. Hát ilyen nincs és mégis van! Nagyon szép napot kívánok a Kontakt Broadway rádió hallgatóinak a 87,6 MHz-en. Ez itt a Sportaréna, Szabó Tímea vagyok. Itt van már velem műsorvezető kollégám Maros József is, aki egyébként a Broadway rádió sporthír szerkesztője. És hát egy olyan vidám csajjal beszélgetünk ma, mindjárt el is mondom, hogy ki, de azért itt elárulom a kedves hallgatóknak, hogy már a megérkezése pillanataiban fölült egy veszpára, és gyakorlatilag, mint hogyha robogtunk volna ide be a stúdióba. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Földházi Zsófia, világbajnok és Európa-bajnok öttusázó. Szia, Zsófi! Szia, köszönöm szépen a meghívást! No, hát... Kezdjem, József, kezdem. Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nehogy úgy járjunk, mint a Kolozsi Judinál, hogy ő átveszi a ő elmondta a választ, és utána tettük fel a kérdést. Így van. Na jó, de sport. Nekem is sok kérdésem van, csak lehet, hogy csak ránk nem kíváncsiak a hallgatók. Azért ezt kis nosztalgiával elárulhatom, hogy pár hete Fábián László olimpiai bajnok öttusázó ült itt velünk a Broadway rádió stúdiójában, és többek között téged is említett egyébként, mint kiváló sportolót, és hát mint a legjobbak között, viszont visszamegyünk az időbe, ezt most csak megjegyeztem, 5 éves vagy, és úszni tanulsz. Miért pont ez úszás volt? Ez most tényleg egy nagy ugrás volt akkor, hogy 5 éves vagyok. Igazság szerint jó emlékeim vannak, tehát én erre már emlékszem. Igen, úszóként vágtam bele úgymond a sportkarrierembe, persze szülői ráhatása, hogy kezdi egy kisgyerek, és jó sokáig benne ragadtam, hiszen majdnem 18 évesig azért küzdöttem úgymond a habokkal, és utána nyargaltam át így a öttusa pályafutásra. Azért tudni kell, hogy egy jó ideig azért párhuzamosan majdnem, hogy rúgtam a két sportágat, de hát melyik kerekedett felül, ugye most is öttusázom. Igen, tudjuk, mert készültünk belőle. De így tényleg így összességében azt tudom mondani, hogy sajnos... vagy nem sajnos, de van egy erős gerincem ebből, és ebből táplálkozom. Szerintem erre a sport részre most már csak azt tudom mondani, hogy születni kell. Szerintem ez egy jó alapot adott nem csak az öttusának, hanem maga az, hogy végülis ki is az a Földházi Zsófia, úgyhogy tényleg ezt a anyukámnak szerintem mai napig azért köszönöm, hogy betuszkoltam be a medencébe, mert azért nem voltak egyszerű kezdeti lökések ott. És melyik medencébe? Az úszodában medencébe, vagy a strandon? Még az sem, mert azt tudom, hogy apukám szeretett minket fürdetni, tehát ő volt a felelős a három lány. Kiskádba? Így van, a három lány, három anyuk lánytesók, és apa volt a fürdető felelős, és ő volt az, aki aztán benne hagyott a kádba, mert a nővérem az gondolom valamilyen épp eseményt csapott anyukámnak, és nemes egyszerűsége ott hagyta a gyereket pár órára, és én nagyon élveztem, tehát onnantól kezdve szerintem nem volt probléma a vízzel, meg ugye a víziszony a kisgyerekeknél. Nem is volt probléma, mert a Talmedencébe is szerintem 6-szor kezdtem előre a csoportot, mert hajhatatlan voltam, hogy mi a feladat, én boldogan buvárkodtam, amit ugye nem nagyon szabadott volna, de hát látszik, hogy azért úgymond élvezem, úgyhogy én tényleg nagyon-nagyon szép emlékek fűznek ehhez a kiskoromhoz. Hát a kiskorodról beszélünk, de hát te nem csak úsztál, hanem belettoztál is. Ne, hát csak megyünk vissza. Hát én pontosan azért nincsen sok adat rólad, mert hiszen olyan fiatal vagy, mert Kovács Tamásnál volt, mert ő 75 éves volt, tehát őről a sok mindent lehetett megtudni. Viszont hát ugye te egy életerős, belevaló fiatal csaj vagy, bocsánat, hogy ezt kell mondanom. Erős karakter. Hát, és igen, erős karakter, és... az ilyen típusú kislányok ugye nem csak úszni, hanem balettozni is nagyon szeretek. Három évet balettoztál. Na erről mesélj, na tényleg, hogy mert az, hogy az anyukád ott hagyott az apukáddal a kádba, az egy dolog, de hát a balettozni... A kecses mozdulatokról? Hát azt talán a lovaglásnál jön ki, hogy kecsesen tudok esni. Igen, de hát még egyen a balettnál maradjunk. De a balett, hát igen, tehát anyukám erőltette ezt a női vonalat, azért három lányjal muszáj volt, amihez kezdeni. Úgyhogy igen, volt egy 3-6 éves korig átfutó balett korszakunk is,
abból is csak az maradt meg, hogy rettentően nem azt csináltam, amit kellett volna, tehát engem azt hiszem föl alá kergettek, és sose... De legalább lábújhegyen mentél, hogy igen, kellett, még pipiskedtem, de tényleg egyáltalán nem vonzott meg előtte, akkor már úszta, meg én voltam egyedül a családból bölcsis is, mert anya annyira nem tudott velem mit kezdeni. Azt mondják, hogy a szabad gyököket le kell kötni, hát igyekezett, de hát eddig jutott, hogy azért ennyi mindenhez már nem érthetünk. Ugye nálunk mindenféle részbe jött, aztán rock'n'rolloztam, anya megpróbált a zenei vonalra is belecsempészni egy de kis dolgot. De akkor ezek szerint ez a balett vonal, ez nem maradt meg mondjuk benne olyan szép jött emlékekkel. Be, tehát, hogy, tehát hamarabb látták, hogy bármi más csinálok, mint hogy balettozzak. Hiába egy fokkal jobb voltam, mint a nővérem, mert ő nem tudta megérinteni a lábuját, én már megtudtam, de nem az a típus voltam, hogy így kecsesen pipiskedve, nem tudom, mint a hajthatatlan egérjő fölánál rohangáltam a terembe, és abszolút nem érdekelt, hogy... Akkor most... hiperaktív voltál. Igen, van egy ilyen szívfogalom rá, ezt nehéz most már így megtagadni, de valószínűleg volt egy olyan részem. Most már el tudok fáradni, inkább az a borzalmas. Nem bántad meg, hogy nem maradtál a színészi pályán? Színészi pálya, hát... Hát ez már ilyen van színházi pálya, igen, akkor néha, úgy mondom. Igen, mai világban néha ilyen kell játszani most már úgy. Tényleg, úgymond elfáradtam, akkor egy ilyen erős női színészetet benyomok, de hát most már az edzőim is annyira ismernek, hogy ez se töri meg a jeget, úgyhogy a színészi karrierem is eddig fajult, hogy így nem vágok át senkit. Igaz, hogy mi nem látunk téged balettozni, de hát a sportolói eddigi pályafutásodat és a sikereket azért ismerjük, tehát mi azért örülünk, hogy végül az ötusánál kötötték ki. Meg oly sokan. Oly sokan. És akkor beszéljünk is arról, hogy ki inspirált téged az ötusára, mert itt nekem van feljegyezve valami. Ilyenkor én is gondolkodom, mert szerintem még erről sosem meséltem. De. Akkor itt az ideje. Lebuktam minden. Igazság szerint nekem a nővérem volt, aki ugye megtalálta az öttusát. Igen, jót írtam, csak hogy akkor én is ide. Családon belül maradjunk, azért tényleg... Ő is öttusázott, vagy valami? Nem, mindenki. Tehát, hogy ez a szülei vonal azért elég erős volt. Anyukám az egy elég erős női karakter. Róluk is lesz az szó a végén. És tényleg a nővérem volt, aki úgymond az úszásban azt hiszem, hogy elfáradt, vagy kevesebb időt töltött a medencében, mint a parton, tehát ott a büntetések java átfordult, akkor ő találta meg ezt az ötusa sportágat, és mondanám azt, hogy de jó nekünk a szülők miatt azt is ki kellett próbálnunk, mert hogy de jó, hogyha az egyikünk csináljuk, akkor a másik kettő is ad sem, akkor egy helyről kell gyerekeket hazavinni, úgyhogy így nem volt nagy kérdőjel, de mi is belekezdtünk az ötusába, ugye az is szépen felépült, tehát először ugye úszik, meg fut a gyerek, majd utána a három tusa egy lövészetek kiegészővel, majd vívunk, és legutoljára ugye, amikor kijelentjük, hogy öttusás valaki, akkor már lovagol is. Uh-huh. Hát ehhez azért egy, de én is belátom, hosszú időnek el kell telnie. Azután meg, hogy még ezt az öttusát milyen művészi szinten lehet talán művelni, talán egy élet kell hozzá, ezt meg most tapasztalom, de természetesen igen, egy két tusás énnel rukkoltam elő. És mindezt, bocsánat, a Wikipédia, az okos Wikipédia szerint 13 éves korodban kezdted. Igen, mennyire igen. Okos a Wikipédia? Én nekem is a Google a legjobb barátom, tehát azért a tanulmányaim, mert nappali hallgató vagyok a gazdasági egyetemen, tehát azért tényleg a legjobban ő tudja mégis a dolgokat, pedig próbál meghazudtolni, de hát tényleg inkább segítségemre van, mint hogy még ellene vagyok. Természetesen van igazság alapja, de szeretem, hogyha személyesen kérdeznek meg a dolgokról. Tehát aki azt mondja, hogy jaj, tényleg hány kiló vagyok, meg hány cent, és a Google ezt mondja, hát mondom, lehet, hogy változok azért én. Tehát is. És nem frissül annyira. Akkor 13 évesen kezdtél. De a 13 éves koromat elfogadom, ha még mindig azt írja a Google, úgyhogy azt fixálhatjuk. A Wikipédia viszont azt írja, hogy 2003-ban. Tehát azt jelenti, hogy... Matek? Igen, most volt matek érettségi, nem régen, legékészkedve. Nem akkor volt 13 éves, hanem akkor 10 éves volt. 10 ugye? Éves voltam. Tehát most itt volt a kérdés tulajdonképpen, mert a Wikipédia szerint 10 éves korodban. Hát igaz, hogy szerint az nagyon füst körvonalózik. Kezdeti stádium volt inkább akkor? Hát inkább nagyon, mert mondaná azt valaki, hogy nagyon nem szerettek akkor még a csoport, vagy kollégák, sporttársak, mivel az ötusát azt úgy látogattam, hogy ne agyist egy úszóedzésről kimásztam, és elmentem a versenyre. Tehát nagyon nem voltam részese az életnek.
ez egy jó hosszú ideig fent tudtam tartani, hogy csak a versenyeket látogattam, ugye ott a, mondjuk a fémgyűjtés korszakának egy fiatal gyerek nagyon örül, és én is marha büszke voltam, hogy mindenféle lógós éremmel hazajöttem, de azután be kellett látni, hogy ahogy csatlakoztak a többi különböző sportág, abba azért időt kellett szánni, maga meg már tényleg teljesen másról szólt ott is a maga egy öttusás élet, meg bejöttek a nemzetközi versenyek, tehát ott az, azt hiszem a szüleim is ott váltottak egyet, hogy húha, hát az öttusába, ne egy Isten, még bele se kezdtünk, de már nemzetközi szinten be tudtam köszönni. Ugye egy három tusáról beszélünk ekkor már, akkor úgy elkezdtek kacsingatni, meg azért engem is terelgetni erre az irányra, és úgy érzem, hogy ezt a döntést, meg ezt a úgymond nyomást sose fogom megbánni, hiszen úgymond a mai napig itt vagyok, meg benne vagyok nyakig, és tényleg azt mondom, hogy egy olyan csapatban nőhettem fel, amit azt mondom, hogy nagyon sajnálom, hogy a mostani generáció nem tapasztal, és nem kap meg. Nem kérdezted meg utólag a szüleidet, hogy anyukám vagy apukám? Anyukám, apukám, hogy nem bántátok meg, hogy az öttusa felé tereltetek, vagy mit szerettettek volna jobban, ha öttusázom, vagy maradok a balettnál? Hát a balett szerintem ezt sose gondolták komolyan. Tehát inkább azt mondom, hogy van ez a régi módi, azért elég régi elveket vallok talán minden szempontból, akár család, akár értékrendek, és anya mindig ezt mondta, hogy azért a tánc, a zene és bármilyen nyelvi érzék, az kell egy alap, mint a régi módi családokban. Nagyon igyekezett, hát a zongoránál lefújt az orr, a kezem, tehát esélytelen volt, hogy ébren maradjak egy zongora úr alatt. Azután tényleg a balett az már csak ilyen levezető volt edzés után, esélytelen volt. Éneklés, ilyen temperamentumos hanggal? Azt mondták, hogy majd biztos lesz egy olyan barátom, aki el fogja viselni, de inkább hanyagoljam ezt a témakört. Maradjon meg a fürdőruhá, meg a fürdőkád szélén, de egyébként ennyi. Hát még egy picit azért a tanulmányaidról, általános iskola, középiskola, milyen tanuló voltál? Mert így azért látom, hogy egy ilyen vagány csaj vagy, hogy mennyire voltál általános iskolában ez a vagányabb, és például szerettél-e tanulni? Ilyenkor szoktam mondani, hogy senkit ne lepődjön meg, de én egy visszahúzódó, csendes alkat. Tisztán látszik. Vagyok. Voltam. És kinőttem. Igen, lehet, hogy ezt mondták a szüleim is, hogy túl gyorsan nőttem fel. Nem, én tényleg arra emlékszem általános iskolában, hogy ez a vegetatív állapotot vettem fel talán, tehát hogy inkább az volt, hogy bementem, meghallgattam, tanultam, visszahúzódó volt? Én azt tudom mondani, hogy próbáltam mindenki. De mondta, hogy nem a matematika volt a kedves. Reálos voltam, tehát reálos. Én tipikusan reálos, tehát ez a inkább ne tanuljak, csak tudjam, aha. Tehát így jöjjön. Szerintem az a legjobb, amikor így nem kell utána nézni akár egy történelem, azzal, hogy azt mondom, még bajlódtam, aztán szerintem az is érettség dolga, hogy aztán érdekel azért, hogy miből mi lehet, tehát tényleg miből lesz a Cserebogagát című rovat, de az általános iskolában szerintem az utolsó egy évben lepődtek meg, hogy egyébként ki vagyok. Tehát utolsó egy év az a balagás előtt, az tényleg az volt, hogy Zsófi, hát te mit csinálta az elmúlt 7 évben? És mondom, én itt voltam, itt ültem az osztályban, azért ismertek, vagy hát ismertek, de úgy nem voltam benne nem a szociális életben. Nem ez a szószóló. És az utolsó egy év akkor az, hát ahogy kell, akkor úgy betört a lelkesedés mindenkibe, hogy kiszabadulunk. És nagyon érdekes, hogy amúgy a gimnáziumba úgy mentem tovább, hogy azért a maga az évfolyamon, meg a saját osztályomban is nagyon sokan jöttek velem, és akkor lepődtek meg, hogy egyébként tényleg egyébként ki is vagyok úgy valójában, tényleg ki is az a földházi Zsófi, és a gimnáziumban teljesen megfordult az életet. Talán azt mondom, hogy amennyit próbáltam bejárni, tehát azért sose voltam magántanuló, sose kivételeztek velem, azt mondom utólag, hogy nagyon-nagyon jól esik ez tanároktól, utólag hallani, mert azért példálóznak velem rendesen, aminek nagyon örülök, de amúgy nagyon megszenvedtem a gimnáziumot, mert ott inkább azt mondom, arra vagyok büszke, hogy én vagyok az egyetlen tanuló, aki elérte majdnem a 400 hiányzási órát, viszont azt nem tudták, hogy van meg minden jegyem. Tehát minden jegyem meg volt, elvileg ismételnem kellett volna, de nem tudtak mit csinálni.
Úgyhogy, de nagyon sokat köszönhetek a gimnáziumban, az osztálytársaimnak nagyon sokat segítettek ezért, azért a tanárok is igyekeztek mindent, úgymond minden követelményt, amit lehet, azt behajtani rajtam. De a gimnázium az már azt mondom, hogy egy a kemény mag részébe tartoztam. Javarészt inkább azt sajnáltam, hogy amikor megkérdeztek, hogy na, akkor hétvégén vagy ma este, és hát tudtam, hogy én így, ahogy csengettek, én már 3:20-szal futottam az edzésre, vagy mentem tovább. Tehát ezért volt lemondás bőven. És tényleg ott azért a gimi alatt beköszöntött már az a nagy világ életem, hogy nagyon sokat utaztam, nagyon sokat mentem, nagyon korán kerültem egy válogatott színbe, egy felnőtt válogatott részbe, azért 12-ben megkaptam Pál Völgyi Miki voltába ezt a lehetőséget, hogy gyorsan belenőttem a válogatottban, és úgy érzem, hogy helyt is tudtam egyből állni. És az egy nagyon-nagyon szép és jó időszak volt nekem, így Miki Bá szárnyai alatt. Ugye sajnos most már nem dolgozunk együtt, vagy nem dolgozik velünk, de azt mondom, hogy akkor egy nagyon erős csapatban voltam, mint gimnáziumban is, és mint sporták szempontból is. Úgyhogy azt mondom, hogy ott nagyon-nagyon megformálta az életemet, meg talán a küllememet és a hozzáállásomat, mint jót, mint rosszat, mint tényleg... Azt mondom, hogy a butyrokba is belenéztem, de mivel tudtam, hogy elég korrekt és határozott élem van, nagyon nem lehet engem eltéríteni, tehát inkább ez a veszélyes, amikor a múltbeli párjaim, vagy tényleg így valaki próbálkozik így az életembe becsatlakozni, akkor nagyon erős karakter vagyok, tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy be tud húzni egy rosszban, vagy egy túl jó dologban, mert nagyon önfejű vagyok, tehát tényleg mint egy makacsöszér néha. Ez nem baj. Én úgy vagyok vele, hogy ez visz előrébb. Tehát a maximalista énem, ez egy nagyon szép kombó, tehát így ezt hajrá. A faltörőkos az semmi még, tehát a atombombát hamarabb fogják inkább nálam kivitelezni. Elfolytak a kérdések, nem. De jó. De úgy látszik, én dobtam el az atombombát, és csend és béke honnan. Most kezdtem, nem ért, így azért hallgattam, amit mondtál, hogy az általános iskola, hogy milyen visszahozás. Most kezdtem nem érteni, hogy miért nem a humán tantárgyakat szeretted, mert a költésnél a rezignál, de igen, én szeretem a lázadós ént kitörni. Igen, a váltás szerepet felvállalni, amire születtem. De viszont a matekná ott nem lehet. De a matekná nem lehet mesélni. Hát ott hál' Istennek, vannak, de jó, de azt mindig gyorsabban le lehet tudni. Hát levezetem nekik, és nincsen magyarázat, ott a végeredmény. Most egy költőt, amikor azt mondják, fejtsd meg, hogy mit mondott a költő. Mindenkinek szubjektív. Szereted a verseket egyébként? Nagyon szeretem. Ki a kedvenc költőt? Hát én igazság szerint nagyon szeretem József Attilát és az Adi verseket, tehát az mindig a nagy részem volt, de nekem a legimponálóbb az a általános osztályban a magyar tanárom volt, hiszen nála agyonnyomta a memori terveket, és folyamatos verseket kellett visszamondani, amik így nagyon furán hangzanak, de talán a mai világban ritka is ez van, és ezért talán az életkoromat, amikor egy hosszabb beszélgetés után vagyunk, akkor rögtön egy tízessel több vagyok, és akkor mondom, hogy akkor szedjünk lejjebb, mert fiatalabb vagyok, pont ezért, mert néha olyanok becsatlakoznak, vagy olyan impulzusok jönnek amúgy, hogy azokat így megállja a helyét, és aki nem érti, akkor meg már tudom, hogy nem egy szinten fogunk beszélgetni, mert szerintem ez egy annyira gyönyörű, amit egy költő így le tud egy mondatba foglalni, akár egy életet, akár egy érzést, amit sajnos úgy érzem, hogy a mai világban ez veszik el, és nagyon nehéz úgy beszélnem egyébként. Azért szeretek zenét hallgatni, azért jó klasszikus egyébként, meg slágeres, mert abban is olyan... Ott egy kicsit más igen, tudsz lenni? Még az edzőm is, aki hát tényleg egy 20-assal több, mint én. Most voltunk kétszer is másfél hetet edzőtáborban, és végig azért azt mondom, hogy én ezt a szlenget, ez a parti patkány az ő része. Nekem már fáj attól a fülem. És azért jöttünk, és meghallottam a retro rádiót, meg a slágert. Ott helyben én alfába lementem, és mondja, hogy ezt nem hiszi el. Olyan számokat énekelt, amit ő se ismert. Pedig aztán ugye nem az én korosztálya nem lenne. Lenne elvileg, vagy még neki is elvileg retro, tehát hogy még. De hát mondtam, hogy én ezt szeretem, és ezt nagyon szeretem hallgatni. Említetted József Attilát,
Ady Endrét. Van kedvenc verset? Köteteket nincs? Szoktam olvasni általában, meg a nagyon szeretem amúgy a szabadúszókat, akik a viszonylag az új életérzést, meg ezt a, azért egy elég sűrű, felpörgött, nagyon gyors világba élünk, amit már a régi nagyok nem tudnak. Tehát egyrészt a romantika, másrészt pedig az minden, tehát itt az egész értékrend is ugye felborult, most ezt egy vers sokkal jobban visszaadja, tehát én az összes párkapcsolatom alapján azért, aki nem tudta értékelni a versemet, az elég gyorsan bele is bukott az én velem folytatott életemben. Együtt tanultatok verset, aki nem tudott követni? Általában volt, amikor így elküldözgetek, akkor üzenetbe is, vagy nem akarok beszélni, akkor azt átküldöm. Abban fejezett. És ha akkor most egy-egy jellemző mondatot egy versből kiragadsz, és azt küldöd el? Ha lehet, akkor a szociális médiában is javarészt valaki látom, hogy elítél, vagy nem szereti azt, hogy én verseket teszek ki, mert valószínűleg nem tudja jól értelmezni. Aki jól értelmezi, az velem együtt érez, az tényleg tetszését fogja nyilvánítani, és nehogy Isten velem elkezd beszélgetni, de nagyon érdekes, hogy nem az, hogy egyre több, de azért sokan vannak, akik félreértelmezik, és egyből ugye negatívat veszik ki. De hát ez is látszik, hogy az ő lelkivilága hol áll. És ez nagyon érdekes, mert ugye nagyon szubjektív. Tehát amikor ugye hallgatom azért a érettségizőket is, az is sose tudtam elfogadni, hogy lehet azt művelni, hogy értékelik azt a részét, amikor tök szubjektíven kell megítélni, hogy mire gondol a költő, és egy mai gyereknek totálisan más fog átjönni, szerintem. Most a megoldó kulcsban meg a harmadik rész lesz. Edzőtáborba szoktál vinni akkor ilyen verses köteteket? Én hál' Istennek azt mondom, hogy ennyire felzárkoztam most már a 21. századhoz, úgyhogy interneten olvasom. Ja, interneten. De egyébként javarészt igen, szoktam napi szinten. Azért még mielőtt erről az ifjúsági olimpiáról beszéljünk, azért ugye említette már Zsófi is, hogy három tusával kezdett, aztán amit nem említett, az, hogy négy tusával folytatta. De hát 2008-ban ifjúsági Európa-bajnok lettél három tusában, egyéniben és csapatban. Aztán jött 2009, a négy tusa VB, szintén egyéniben aranyérmes. Milyen jó ezeket most, hogy elmondjuk, csapatban. Ugye? Olyan érzésem, hogy összegzik az életet, és most már nyugodtan. És ez az érdekes, hogy 2011-ben ezt megismételted. Szóval ezek a versenyek egyébként előszobái ugyan az öt tusának, mint például a Forma 1-nek a go-kart, vagy a Forma 3? Tehát, hogy előszobái. Hát a Mihály Snowbi is azt hiszem egy számítógép mögül került ki, tehát, hogy így nem tudom, milyen különbség. Hát nem, így, nem, csak próbálom azt hasonlítani, hogy... Nem egy egyszerű, mivel azt tudni kell, hogy azért 2010-ben jött egy olyan módosítás, ami azt hiszem megformálta az egész életünket továbbá. Igen, erről beszéltem. Ugye ez a lézerpisztolyrendszer, és az tényleg olyan volt, amikor kimentünk, ugye ez a neves-nemes ifjúsági olimpia, az első ráadásul, hogy én szerintem a tökéletességre fejlesztettem ezt a lőszeres beadagolom és lövök, tehát az éles, mondjuk éles lövészetes kombányt, de amikor kimentem, akkor így leadtam a faluba a pisztolyomat, és egy hónapig nem láttam, és verseny alatt egy héttel akkor jöttek, hogy SML, X-el, mint egy ruhatárba, az volt a marok méret, belenyúltam a pisztolyba, jó méretű is, ez volt a lézerpisztoly. Tehát így volt, senki nem tudta, hogy működik, mi van, szerintem nálunk nem is működött jól a versenyen, lett, ami lett az eredmény, örülünk utólag, de azt mondom, hogy onnantól kezdve azért egy új korszak kezdődött az öttusa életében ezzel a kombinált számmal. Mondanám azt, hogy vagyok olyan szerencsés, hogy még a régibe is belekóstoltam, ugye ez a régi kontlövészet és futás, akkor még büszke voltam, hogy nem kell olyan sokat futnom, mert még akkor ugye olyan fiatal voltam, de lehet, hogy nekem ez kellett, ez a változás, hogy én most egyébként is itt üljek, és tudom, hogy még a sorolás még hátra van, és már irtózom tőle, mert én nem szeretem visszavallani. Nem fogjuk, nem jaj, fogjuk köszönöm. Felsorolni. Tehát a sportolói de csak a te kedvedért. A kódokat és ezeket meghagyjuk a Google-nak és a Wikipédiának, de amúgy én jobban szeretem azt, hogy azért ismernek meg, amit én teszek, vagy amiért, ahogy elkövetek az életem folyamán. Tényleg azt tudom mondani, hogy azért az ötusának mind a két részét megkóstoltam, a régi módit is, és az újat. Azt tudom mondani, hogy egyrészt nagyon örülök a változástak, mert nem lennék itt, és szerintem nem lennének ilyen eredményeim.
máskülönben sokkal láthatóbb, nézhetőbb és élvezhetőbb lett mások által, laikusok által, ami szerintem azért roppant meghatározó, mert nehéz úgy képviselni egy sportágat, hogy eladhatatlan. Még így is bajlódunk szerintem rendesen ezzel, hogy igen, lehet népszerűsíteni, mert listán nem éppen az első helyen nagyon nehéz azért öt sportág, sajnos Budapest nagyon nem úgy áll, hogy be lehetne menni, szerintem nap mint nap én ezt tapasztalom, és szenvedő alanya vagyok ennek az egésznek, de közben azt mondanám, hogy ha nem élvezném, akkor nem csinálnám. Tehát ez az alap mottóm és elvem, hogy azért addig szeretném ezt a sport témakört és egyáltalán részét csinálni, amit mosolyogva tudok minden nap felkelni és a célomat elérni. De hát most ez nagyon szépen elmondtad a szingapúri ifjúsági olimpiával kapcsolatban. Azt és amit általában. Igen, de mégis azért az utánpótlás ez a 3 és 4 tusa. Meséljem azért nekünk 2-3 adatot erről. Hát igazság szerint ugye az elsők között ugye a 3 tusa, amikor már a kisgyerek megkapja az információt, hogy úgymond válogatott, ifjúsági válogatott, akkor megjönnek az első ilyen Európa-bajnoksági külföldi versenyek, amik hát hozzá kell tenni, azért szép helyeken zajlik általában. Tehát ilyen tényleg nagyon jó az öttusa, mert tényleg nagyon kinyílt a világ nálunk is, nagyon-nagyon sok különböző ország becsatlakozott, úgyhogy nagyon-nagyon bővült, egyébként már felnőtt mezőnyben érezhető ez a létszám, de azt kell mondani, hogy ott kell, azért kell fiatalon, mivel abból kap erőt és merítést, hogy tényleg benne van az életben, benne van a világ színvonalon. Ezzel párhuzamot tudok vonni, hogy én anno, amikor úszó voltam, mit tudom, hogy akkor még nem volt úgymond divat, tehát nem volt ez a Katinka hozta be azért nagyjából ezt a külföldi versenyekre látogassunk el, mondjuk világkupa sorozat, de ifjúsági szinten is azért úszók nem megjelentek most már ezek a nemzetközi versenyek. Akkor nem volt például ebben részem, egyáltalán nem is ismertem, egy ifjú Európa bajnokságra tudtam úszóként eljutni, vagy hát addig, ameddig kitartottam az úszósport mellett, de nem volt benne részem, és egyébként megkérdőjelezném, hogyha lehet, hogy hamarabb behozzák, akkor lehet, hogy nem döntöttem volna az öttusa mellett, mert azért nyakig benne voltam tényleg az úszásba, tehát azért az emelnékkel még a mai napig, sőt, az elég sok embere, akik régóta képezik ezt a válogatott részét az úszósportágnak, azokkal jobban vagyok, sőt, ugye a Bogi az úszótársam volt kiskoromban, hogy tényleg lehet, hogy én is ott maradtam volna, ha van egy ilyen része az öttus, vagy az úszásnak, hogy beindul ez a, mondjuk az a világ, vagy Európa színvonalon utazom dolog, és belekóstolhatok a nagyvilág életbe. Egyértelmű, hogy az öttusában megkaptam, másrészt ugye kisgyereknek mi visz előrébb, hogyha sikeres. Nagyon nehezen mondom ki, de sikeres voltam. Igen. Én azért nem vagyok ennek a része, ugye a szóvívője. És azt tudom mondani, hogy talán az első olyan, remélem, hogy öttusás lehetek, aki minden korosztályban megnyerte ezt a maga korosztályát, vagy följebb, vagy lejjebb. Tehát azt mondom, hogy a maga korosztályában többszörösen általában képviseltem a dobogó legfelsőbb fokán Magyarországot, és azt tudom mondani, hogy tényleg már a junior koromban, ami a felnőtt alatt ennyi. Hát már mindent nyertél. Igen, utána már csak néztem. A világbajnoki arany és az olimpia arany hiányzik. Na hát, igen. Szikítsük a repertoárt. Az előbb már érintetted a ifjúsági olimpiát, ott ezüstöt, és volt egy vegyes váltó, ahol egy hát orosz versenyzővel, Alexander Birjukkal voltál párban. Miért nem magyarral? Hát nálunk előjáróban azért az ifjúsági olimpiát azért szervezték, vagy én utólag most már fiatal felnőtt fejjel ezt tudom, hogy azért indítványozták ezt, pont amit talán elmondtam, hogy úszás és az öttusa párhuzamán, hogy minél hamarabb belekóstoljon az ember, mert szerintem sokszor kaptak ilyen impulzust, hogy lehet, hogy ügyes a fiatal gyerek, aki kijut egy olimpiára, főleg ugye úszóknál baromi fiatalon ki tud jutni, ha megúszza a szintet, de azért más sportágban nem, igen. nem működik jellemző. Azért ez a része, és azért, hogy ne ijedjen meg, ezért szerintem ez egy nagyon jó belépő, vagy úgymond kedv csináló, egyrészt, másrészt te pszichésen hozzá tud nőni az ember, hogyha van egy olimpiai szférában ugyanaz a rendszer működött. Tehát én azt mondom, hogy most így a első olimpiámon túl, ugye Rióban, azt mondom, hogy már valamilyen szinten fel voltam készülve, hogy mi vár. Uh-huh. Hozzátéve
persze, hogy még erősebb, mert azért most már felnőttem, vagy igyekszem felnőni a feladathoz. Még határozottabbá váltál rá. És van mezőny is azért. Más, természetesen más, hogy ugye azért egy ifjú olimpia azért szűkebb kategória, tehát sokkal kevesebb sport is van egyébként. Kevesebb sportág van, kevesebb súlycsoport, tehát azért kevesebb a létszám isként. De maga a szervezés, a szeparáció, a külön képviselet, az egyenrangúság, így maga, én akkor ismertem meg más sportolókat, más sportágokat. Érezted magad egyébként? Egy kicsit a riói élményeknél maradjunk, és... Nekem azért volt meghatározó a Szingapur, mivel egy csomó olyan embert, meg sportágat ismertem meg, akikkel mai szinten is kapcsolatban vagyok, tehát talán így nőttem fel egymást. Ez egy fantasztikus dolog. Ez olyan, amit talán nem tudok szavakba sem elmondani, de érzésekben is. És lehetsz költői. Nagyon-nagyon jó azt, hogy tényleg olyan embereket ismertem meg, akikkel mai napi szintig, hogyha van probléma, mivel azt tudom, hogy vele felnőttem, ő látta, hogy mit csinálok, már együtt éltünk egy hónapot ugye kint, és ugyanúgy küzd, ugyanúgy csinálja, vagy alakítja a családját, vagy a tanulmányait, és nagyon-nagyon jó érzés, hogy mindig van olyan emberhez fordulni, lehet, hogy nem beszélünk naponta, sőt, havonta, vagy negyed évente, de tudja, hogy mit csinálok. És ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. És el tudom mondani, hogy 2010 óta virágzik, és folyamatosan követjük egymást. Meg azért ne felejtjük el, hogy... Mondhatsz például neveket egyébként ezekről barátokról. Együtt mentek versenyeken egymás ellen, tehát gyakorlatilag végig versenyzitek a világot. És az, hogy kimentünk egymásra, azután meg ugye egy felnőtt olimpiára azok, akik ugyanígy tudtak ebből megújulni és kijutni. Ugye volt közt egy London is, és már volt, aki Londonban is kijutott. Utána tényleg azt látni, hogy Rióban meg már együtt megyünk ki, az egy nagyon-nagyon jó érzés, sőt, hátborzongató. És amikor így vannak ilyen találkozónk, az igyekszünk egyébként megújulni, és akkor egy ilyen reuniót csinálni, ilyen Szingapur, akkor azok a sportágak így összejönnek, nagyon-nagyon jó érzés, ki merre vitt az élet, vagy miért, vagy hol. Lehet döntő. Ebből erőt meríteni ezekből a találkozásokból? Ez talán olyan találkozás, mint nekem az iskola is. Tehát én, mivel elég aktív részese voltam, mint a, tényleg azt mondom, a gimnáziumtól, ami azt mondom, hogy talán az embernek ott nő be a feje leágya, de az egyetemet ugyanígy végigzongoráztam elég keményen, sőt, ha talán nem lett volna ez az olimpia, akkor be is tudtam időben fejezni a tanulmányaimat. Természetesen mennyi van még egyébként a tanulmányaidból? Most már csak igyekszem kergetni, tehát most már remélem az iskola is egy kicsit partner lesz ebben a részben. Mert azért vannak részek, ahol most már a papírmunka miatt csúszok el, és le vagyok maradva, és nem vagyok, mivel nem vagyok már részese úgy napi szinten, mert már minden kreditem megvan, jaj de kár, de pont azok a részek hiányoznak, amiről így most nem vagyok nagyon képben. Abban remélem, hogy majd segítőkezet fogok most már kapni. Nagyon remélem, hogy egyébként jövőre most már így pontot fogok tenni, és csúcsot-csúcsát elérem a tanulmányainak. De azt tudom mondani, hogy azért az egyetem alatt olyan embereket ismertem meg, ami talán még azt mondom, hogy igazi emberi élet, az emberi kapcsolatokra világított rá. Tehát az, hogy napi szinten összefutok, vagy felismernek a csoporttársaim, akikkel együtt írtam, vagy segítettük, vagy összejártunk, semmiben nem maradtam ki, és ezért nagyon hálás vagyok nekik is. Sokszor elérzékenyülsz, mikor... Nagyon, mert... Egyrészt ők tudják, tehát az első két évet úgy csináltam az egyetemen, hogy azt hitték, hogy valamilyen nagyon aktív konditerembe járó fitnesses vagyok. És amikor láttak egyszer egy tévébe, vagy műsorba, vagy bármi, akkor kapcsolták össze. Természetesen sok gimnazista társam volt, de hát ők sem, mivel én nem vertem nagy merre, ők nem mondták így nagyon, csak mi tudtuk. Mi meg úgy beszélgettük, valószínűleg akkor az a 20-30 vagy 100 ember fogalma sem volt, miről beszélünk, de két évig elhúztam, mire kiderült, és akkor már ez a pozitív értelemben kezdtek el szurogatni, hogy na, miért nem, meg megint hiányzunk, de látom rajtuk, hogy nagyon büszkék. De segítenek, úgyhogy reméljük, hogy hallgatják segítenek most a műsort, hiszen hát, gyakorlatilag hálásan köszönöm. Emberekről beszélünk. Attól még hallgathatják. De nagyon-nagyon örülök nekik, hogy egyébként látni azt a részét is, hogy hiába mit ügyes bajoskodtunk az egyetemen, nagyon szép karriert futnak be ezek a típusú emberek, akikkel úgymond erős kapcsolatot ápolok, és tényleg a mai napi szinten, ha van segítség, akkor megkapom tőlük, vagy tényleg hihetetlen, hogy ilyen mondjuk az a rövid távlatban, amikor belülünk arra másfél órára az egyetem alatt,
is ki lehet alakítani ilyen kapcsolatokat, úgyhogy azt hiszem, hogy roppant büszke vagyok erre a részemre, hogy ez megmaradt nekem sport mellett. És hogyha elvégezted majd a tanulmányaidat, nagyra törő terveim vannak. Milyen terveid vannak? Hát kitalálod a gondolataimat, tehát válaszolj, akkor légy szíves. Nagyon remélem, hogy mostanában így körvonalazódik ki, de ugye turizmus vendéglátást tanulok. Mondanám azt, hogy egy kicsit aktívabb az az élet, amit még tudnék teljesíteni, de jelenleg én úgy érzem, hogy egy gasztronómiai részt szeretnék majd képviselni, egy vendéglátó egységet szeretnék. Mert hogy imádsz főzni, ha én jól tudom. Igen. Borzalmasan nehezen szakítom ki magamat a konyhából. Tehát az egyik fő részem volt, amikor csináltam a lakásomat, hogy körülbelül az A konyha legyen meg, a többi nem számít. Nagyon sokat tettem. És mi a kedvenc ételed, vagy mi az, amit legszívesebben, vagy a legjobban készítesz el? Igen, lehet, hogy sokan csalódnak, de régen nagyon-nagyon édes szájú voltam, tehát én a biciklizést is csak így tudtam, hogy a csörgős nyuszit csörgették előttem, és úgy tanultam meg biciklizni, ez egy monumentum rész volt a családomban, és apukám meg mindig támogatta azt, hogy csoki gyáros legyek, hát ez ott bukott, megtalálok a beira, vagy... Én úgy döntöttem, hogy erre az egyetemre megyek, mert természetesen a gasztronómiai részt, meg a nagy tudást azért onnan kaptam, és onnan kaptam. Amikor úgy döntött, hogy mégse lesz. Amikor már csirkét akartam vágni, és végre megszedtem a húst is, akkor lehet, hogy végre újra örültek, de természetesen nagyon megkedveltem ezt a úgymond komolyabb részét a főzésnek. Természetesen az meg hozzátartozik sajnos a sportoló életem, hogy nincs ennyi időm, tehát magamra egy kicsit lusta vagyok, de hogyha úgy érzem, hogyha van mellettem valaki, azért igyekszem helytállni itt is, meg ott is. De azt mondom, hogy a édesszájúságban már nagyon levetkőztem, tehát most már nem nagyon tudok egyébként süteményt sütni, vagy nem szívesen, mert azt meg borzalmas egyszerűnek tartom, de inkább a gasztronómiai részben, a gasztróvilágban már még jobban belásom magam, tehát borimádásába szenvedek. Van egy olyan részem, amit nagyon-nagyon érdekel. Szeretnék egy alapfokú szomeliért végezni, mert nagyon-nagyon érdekel. Olyan, azt mondják, hogy olyan, mint a jó nő, mint egy jó bor. Így van. Úgyhogy én nagyon szeretem. Tehát ez, amikor egy kávé... Akkor most bevallom, hogy én is. Akkor ne csak a jó borról, meg a jó ételekről, hanem van egy nagyon jó ötös a csapatunk is, női válogatottunk, mióta női szakában... Megtörtént a lelkesedésre. Én próbáltam a színházról. Végre kifejtettem magam a sporton kívül is. Igen. De ez nagyon, de ez a legpozitívabb dolog, mert van egy csodálatos női válogatottunk, amely az elmúlt két évben világbajnoki címet nyert. Tényleg? Te, a Saci, Kovács Saci, meg a Tamara. Jó, a mi vonzatunk, mert ugye régi feljáróinkban is elkezdtem kutakodni, mert annyira mélyre mentünk, akkor, hogy gyerekkoromban, akkor, mondom, biztos meg kell valamit. Akkor kapcsolódjunk a főzésre, szeretnek főzni, és szeretik a főztődet. A Saciék? Volt már ilyen edzőtábor, hogy apartmanban éltünk, én úgy tudom, hogy a Saci annyira nem forgatja jól a fakanalat, de akkor szívesen felajánlottam egyébként, hogy főzök. Igaz, hisz szerintem ott meg kialakul mindenkinek, hogy ki mit szeretne. Nem szeretem a tyúkanyó részt képviseli, tehát hogy mondjam, majd a gyerekemet elég lesz nevelni. Elég, hogyha a páromat se kell már megnevelni, nem majd egy olyan pasi áll mellém, aki tényleg tudja képviselni magát mellette. Hát készüljenek, kedves uraim, tehát. De szeretem, karakter hogy amiben válogatni, tehát próbálkozni mindig lehet. De természetesen meghagyom mindenkinek ezt a részét, amit szeret. Ezért az olyan sportnál is megkívánja a magáét, hogy tényleg mindenki, aki kialakította magának az étrendjét, az úgymond csinálja. De azt mondom, hogy ha van időm, akkor igen, elmélyülök a konyhába. Viszont, ha már időről van szó, és mondtad, hogy igazából kevés az idő, akkor mégis hogyan van időt? És egyébként, hogyha szabad időd van, a főzésen kívül még mit szeretsz csinálni? Mit csinál Földházi Zsófia, mint van egy kis szusszanásnyi zenét ideje? Zenét hallgatok. Borzalmasan szeretek zenét hallgatni. Nincsen tévém. Vagy hát van tévém, de nincs csatornám pont ezért, mert nem szeretek leülni. Imádok filmet nézni, de azt is úgy érzem, hogyha minőségi időt szeretnék eltölteni, akkor igen, barátaimmal szeretnék lenni, és igyekszem úgymond velük találkozni. Sajnos néha megszakad a szívem, amikor már a szervezetem se engedi, hogy el tudjak szakítani az otthoni létemből, úgyhogy amikor vízszintbe kerülök, akkor végem. Tehát az 5 perces alvásnál talán még gyorsabban el tudok aludni.
Sajnos talán ez a részem kezdek öregedni talán, de tényleg a kis maradék időmet a barátaimra és a családomra fordítom, ahogy lehetséges, meg hát igyekszem úgymond egyben megérkezni a kis életemben. Sajnos azért az öttus az, már volt egy ilyen média megjelenés, ami rosszabb, mint egy munkahely, hát tényleg az a reggel 8-tól este 8-ig simán elbíbelődök és elhaladok, és azt mondom, hogy akkor nem kapkodom. Ha már kapkodok, akkor már hamarabb befejezem, de akkor tudom, hogy valamiért kell. De nagyon-nagyon szeretem, tehát azt hozzáteszem, bármennyire is néha tudok negatívan nyilatkozni a drága lát a sportomra, annyira szeretem. Tehát talán a gyűlöleti szeret ezért. Nekem átjött, így van, abszolút, nekem átjött, és szerintem mindannyian. Szeretem. Teljesen egységes a mind a kettő érzés, ugye. József, nagyon nézel, és én is nézek, mert hogy pár percünk van, úgyhogy nincs más hátra, mint gyors villámkérdések. De József. Tudom, még van körülbelül 4 percünk, már elhangzott a nővéréről beszélt. Most az igen nemes válaszok jöhetnek akkor, nem? És most, én azt megmondhatom, hogy keveset beszélek amúgy. Hogy még azért a családon. Semmi baj, jó ez. Néhány mondatot azért légy szíves, ugye az apukáról, anyukáról már úgy pedzegettél dolgot. Anyukám a legnagyobb szurkolom is, a menedzserem. Amikor kérdezik a dopingvizsgálatok a menedzserem, mondom, édesanyám is akkor nem értik, és akkor elkezd röhögni, hogy miért. Tehát édesanyám, aki világéletében is támogatott. Apukám meg mondjuk a sporták felelős nálunk. Ő azért elég aktív sportú a mai napig, tehát ő szerintem hát nem 10 próbázott, de 10 különböző vizen, földön, levegőben mindent kipróbált, és a mai napig tényleg evesz, kajakkozik, és csináljuk a felkészüléseket. Sportos család vagytok, abszolút. És a tesóim, hát ugye arról nem kell beszélni, tehát az van, amit kellett, ugye ők is úgymond ex-öttusázók, meg ex-úszók. Nővérem az MSC diplomát most tette le, és most már a nagyvilág életben is dolgozik. Mérhetetlenül büszke vagyok rá, és a húgom meg orvostan hallgató. Ő talán azért fejezte be az öttusát, mert talán nem szerette annyira az izzadság cseppet, mint én, de maga nagyon-nagyon akaratos és nagyon határozott, úgyhogy az orvosi pályát tudja választotta. Már, hogy milyen orvos a szeretne lenni? Részét gyermek? Azt hiszem, hogyha a neurológia. És az a anesteziológia között vacinál, úgyhogy néha borzalmas, amikor én az első ilyen felvágást beszéltem a vendéglátás kapcsán, akkor ő az ellenkezőjét a hús, emberi húsról beszélt, akkor így a család mindig ketté osztott. Női részleg azt hiszem rosszul lehet, a apa meg nagyon szívesen hallgatta, hogy mit, hogyan kell felmetszeni, meg beleszúrni. Tehát az én késkészletem, az ő szikéskészlete volt azt hiszem egy időben, és akkor így hatalmas mosoly kerekedett a asztalnál nálunk. De természetesen azt tudom mondani, hogy szerintem mind a hárman azért egy olyan más utat járunk be, meg szerintem lefedjük az egész világot körülbelül föltezi család. De tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon jó érzés, hogy mind a hármunknak van egy külön kis életpályája és életútja, amit úgy látom, hogy elég sikeresen fogja bevégezni. Én még nagyon remélem, hogy tényleg így a sport az nekem egy lehetőség, de nagyon szeretném úgymond a való életbe is úgymond visszacsatlakozni, és lassan elkezdeni azt is, hiszen a vonat nem áll meg. Azt hiszem, egyszerűen tényleg bölcs vagy és költői. Ennél jobb zár szavakat én magam sem tudtam volna így az adás végére. Csak ne temessünk el még. Úgyhogy dehogy temetünk, jössz még hozzánk, remélem jó sokszor beszélgetünk még, hiszen abszolút még kíváncsiak vagyunk rád. És, a színészi pályát, azt köszönöm. Azt majd tanyagoljuk. Inkább a főzésről, meg egyéb hobbiaidról fogunk beszélgetni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és ennyi mindent megosztottál magadról, és magadból. Én köszönöm szépen. És nagyon csendhonor. József, ez teljesen elalúzs. Két ilyen gyönyörű hölgy mellett az ember jobb, ha meghúzza magát. Én is nagyon szépen köszönöm, Zsófi, hogy elfogadtad a megkívásodat. Az igen, drágám, az mindig elég. Úgyhogy azt hiszem, hogy a rádiók hallgató nevében. Így van, kedves hallgatóinknak köszönjük szépen a ma is megtisztelő figyelmüket. Két technikai kollégámnak a technikai segítséget, mert ma ketten voltak, Cserkuti Péter és Kis Béla. Úgyhogy várom önöket jövő héten is ide a Sportarénába. Legyen szép napjuk!
kocsi készülődik neki a labda elrugásának. Puskás, beledek a lábakon! És elkezdett hajrázni ez a pici lány! Gyere, egérke, gyere, kicsi lány! A sportszolgálatában egykor és most. Sportarina Szabó Tímával. Hát ilyen nincs! Ilyen nincs, és mégis van!